Köszönöm, hogy ezeket szervusztok. Ez ma egy rendhagyó vétóadás, ugyanis a mai adásban én fogok beszélgetni Ruf Bálinttal. Újraindul ugyanis a vétó, mostantól újra találkozhatok majd Ruf Bálinttal és meghívott vendégeivel. Sőt, hogy 2023-ban ellátogattunk Szolnokra és Nyíregyházára, úgy 2024-ben további Budapesten kívüli településekre is el fog látogatni úgy a Partizán, mind a vétó csapata, hogy pontosan hova fogunk eljutni, hol fogunk megfordulni, mivel készülünk, mindezekről bővebb információt majd a social media felületeinken tudtok megtalálni, szóval érdemes lesz követni a továbbiakban is bennünket, mert hogy EP és önkormányzat választások lesznek, úgyhogy ebből a szempontból is maximális fordulatszámra pörgünk föl. De most először következzen a vétó első adás 2024-ben, kezdünk! Szervusz Bálint, üdvözöllek a műsorodban. Szia Marci. Jó itt ülni, de most csak kivételesen ígérem, nem fogom elfoglalni a helyedet. Szóval kezdjük gyorsan csak azzal, hogy van egy változás a vétó csapat felállásában. Ugye Papp Szilárd István, aki az egyik szerkesztő, illetve többször is társműsorvezetője volt a műsornak, ő külföldre költözött, továbbra is tagja a Partizán szerkesztőségének, de a műsorokban nem fog hétről hétre megjelenni, lesz vissza fog térni majd időközönként, de a lényeg az, hogy továbbra is itt van, és segíti a Partizán munkáját, vagy közreműködő a Partizán szerkesztőségének. Viszont Schulz Nóra, aki a másik fontos alaptagja volt a vétós csapatnak, szintén szerkesztője, szintén társműsor vezetője, ő elhagyta a Partizánt, ő jelenleg Jámbor András kabinet főnöke, innen is sok sikert kívánok neki, és minden jót, hajrá! Van itt egy vizualizációs segédeszköz, amit csak azért jelzek, hogy itt van, mert valószínűleg a nézőink is észre fogják venni, és majd kérdezzük, hogy pontosan mi ez. Egyelőre hagyjuk itt, most mi nem foglalkozunk vele, mert hogy az EP választással fogjuk kezdeni, és készültél egy grafikonnal, ami egy mediánmérést mutat, ha jól mondom, ez kifejezetten a biztos szavazó párt preferenciáit összesíti. Atya úristen! Ezt ugye, amikor a szerkesztőség értekezeten elhoztad nekünk, hogy nézzünk rá, én ott fagytam le először, most így újra szembesülve vele. Erős. Már önmagában csak a grafikonoknak, vagy a oszlopdiagramoknak a különbsége. Nyilván, aki ránéz, tudja értelmezni, hogy mit lát, de mégis Bálint, te mit olvasol ki ebből? Erős. Ugye azt látszik itt, hogy csak azt fogjuk bemutatni ezen, hogy milyen változás történt egyrészt szeptember és január között. Fogtuk itt a medián kutatónak az adatait, most őt vettük ilyen bázisként. Én azt gondolom, hogy nekik általában lehet hinni, vagy legalábbis fogjunk egy ilyen bázist, hogy ők nekik hiszünk. És ugye az látszik, hogy hát ez. Van egy domináns párt, ugye a Fidesz, aki ebben az egész 2023-as megélhetési válságban, rekordinflációban, és még tudnánk sorolni, miben lényegében olyan sokat nem gyengült, sőt, valamilyen szinten erősödött is, főleg a biztos szavazói körében, ugye itt az 53%, az most kezdjük mondjuk kérdőjelesen, de hát egy nagyon-nagyon masszív támogatottsággal bír. Ő lényegében nagy lemorzsolódás nem történt, hogy arról, hogy miért, azt majd ezt beszéljük meg, mert ez nem csak azért van, mert hogy ők ennyire baromi erősek. És akkor van ugye a következő liga, amiben szerintem a Demokratikus Koalíció, a Mi Hazánk van valahogy kettem. Az egyik ugye egy szélső jobboldali párból alakul át, most valami fajta ilyen harmadik utas, de szintén az egy eléggé jobboldali pártban, a más meg a Demokratikus Koalíció. Ugye az látszik, hogy az ellenzéki, vagy a hat párti, akik bejutottak annó a parlamentben, ellenzéki pártok közüli házi versenyben a DK áll a legjobban, korán sem úgy, ahogy ők szerettek volna állni. Ugye pont ugye Gyurcsány Ferenc itt pont nálad mondta, most már jó sok ideje, hogy milyen sok szavazója lesz egyszer csak, ugye tavaly őszre, vagy talán tavaly tavaszra, ez a dolog nem történt meg. Ők ilyen szempontból a kutatások szerint nincsenek áttörésben, és ugye az áttörés ugye csak relatív, mert hogy ha valaki a kicsik közül a relatív legnagyobb, ugye az ő szempontjukból, vagy ilyen pártverseny szempontjából érdekes, mint a Fidesz kihívás szempontjából szerintem ilyen szempontból nem annyira érdekes, és látszik az, hogy ugye mind a kutyapárt, meg a Momentum van egy másik ilyen versenyben, ők egymással versenyeznek, hogy ők ki legyen ez a harmadik párt, aki
aki így erős így az ellenzéki oldalon, és a többiek ugye meg szinte ugye nem is léteznek, ugye ez egy ugye másik, mindig egy ilyen kérdés, hogy kell-e velük egyáltalán foglalkozni, hogy kell-e velük igazából beszélni, mennyit segít az ő velük való rugózáson az ellenzéknek, illetve a kormányváltásnak, és amit ki kell emelnem, hogy ugye itt van egy új megjelenő ebben a listában, ugye a második reformkor, ugye Vona Gábornak az új projektje, ugye ez láthatóan már méri, tudjon már mérni a medián, én is úgy látom, hogy azért ők azért kezdenek így kapaszkodni, hogy ez mire lesz elég, ugye ez már a jövőnek a zenéje, és ami nem látszik, ugye itt, ezen a grafikonon, de nagyon fontos, hogy a bizonytalanoknak a száma azért nem csökkent, sőt növekedett, és az látszik, hogy ugye ezek a biztos szavazók, akik meg tudják mondani, hogy el fognak menni, és ezekre fognak szavazni, ebben ugye az látszik, hogy a Fidesznek a dominanciája, hát erősen marad. Ugye három dolgot emeljük csak így gyorsan. Ugye egyrészt a Momentumnál lehet látni egyedül bármifajta pozitív változást szeptemberről januárra, de ugye ez statisztikai hiba határon belül van, de mégiscsak kiemelendő, mert hogy a többieknél még ez se látható, ott inkább csökkenés mutatkozik. A Néppártyán, mint hogyha megtörni látszana azzal a meneteléssel, amit Jakab Péter tavaly tavasszal, nyáron mutatott be. Igen. És érdekes az is, hogy Mindenki Magyarországa és Márki-Zay Péter pártprojektje az szintén csökkenő tendenciát mutat. Forduljunk rá az LP kérdésére. Szerinted, ugye általános az apátia, te is azt hangsúlyoztad, hogy nagyon nagy mértékben növekszik a bizonytalan pártválasztók, a bizonytalan szavazók száma. Mi az az ügy szerinted, ami igazából dominálni tudja majd az LP választást? Mi az az ügy, ami szerinted képes lehet arra, hogy érdemben a bizonytalanok közül embereket behúzzon ellenzéki pártok támogatói közé? Nem tudom. Ez az igazság. Tehát, hogy én inkább azt érzem, hogy ketté válik a dimenzió, van egy pártos dimenzió, hogy ezek a pártok, most beszéljünk akkor nem a Fideszről, csak a többiekről, hogy ugye sokszor beszéltünk itt a vétóban, és az egy nagyon különleges választás, ahol mindenki a másik vagy a harmadik, a negyedik helyre hajt. Tehát mindenki már elengedte az elsőt, második, a negyedik hely. És én azt érzem, azt látom az ellenzéki szavazókban, hogy ők annyira nem bevők erre a játékra, most őket egy nagy mintás kutatási részvevőként kezeljék, és az a kérdés, hogy őket mennyire lehet bármilyen dologgal visszacsábítani a szavazó urnához, illetve az, hogy ennek van egy tétje ennek a választásnak, ez most így február legelején hát nagyon nehezen látszódik. Bocs, van más tétje szerinted ennek a választásnak, mint hogy az eldőljön, hogy az összellenzék miniszterelnök jelöltje 2026-ra Donát Anna vagy Dobrev Klára lesz? Ja, persze. Szerintem nem ez a kérdés most a jelen pillanatban. Tehát, hogy a DK nyilván ezt a kérdést szeretné eldönteni, az arra akar ráfutni, hogy akkor bármi is legyen az eredménye, vagy a bármi ezt mondja, azért majd számosítsuk, akkor is ők lesznek az első számú párt, a hat párti, akik jutottak 22-ben a parlamentbe, a közül legerősebb. Hogy lesz-e mellette, nő-e mellé fel másik párt, hogy mennyire lesz erős például a Mi Hazánk, mennyire lesz erős a kutyapárt, az már megint egy másik kérdés, és az, hogy a Momentum egyáltalán bekerül-e az Európai Parlamentbe, szerintem most inkább ez a kérdés van, hogy ott ugye a kettő között billeg. Hogy hogyan lehet ezt értelmezni, hogy mennyire van az embereknek elegük, azt nem lehet most így effektíve mérni, de az látszik, hogy van egy óriási apátia, az apátia általában ilyen forrongó dühöt szokott kiváltani így az ellenzéki szavazókból. Az a kérdés, hogy leadják a szavazatokat valakire a dühösségük miatt, aki az establishment ellenzékkel szemben van, vagy a végén így fejét behajtva mennek szavazni. De ugye ez azért érdekes ez a szavazás, mert ugye egyrészt ugye az a Fidesznek van egy ilyen csapdája, amit ugye Orbán Viktorék állítottak az ellenzéknek, ugye együtt van a két választás, mind a Európai Parlamenti, mind az önkormányzati, egy. Kettő pedig, ugye mi a hajtóerő egy ilyen kérdésben, amikor mindenki úgy néz erre a választásra, mint már egy régen lefutott meccs. És ha belegondolsz abba, hogy februárban vagyunk, és nem egy évvel ezelőtt februárban, hanem most vagyunk februárban, lényegében 5 hónappal a választás előtt, hát nem úgy tűnik, mintha bármifajta ilyen komoly választási tétje lenne ennek a versenynek. Hadd vitatkozzam még egy kicsit veled. Ugye azért valószínűleg az apátiát az is táplálja, hogy elképesztően dezorganizált az ellenzék. Igazából ellenzékről, mint olyanról sem nagyon lehet beszélni, szerintem nem egy egységes konglomerátum. Egymással is viaskodnak folyamatosan, és nem csak abban az értelemben, hogy hogyan próbálnak alternatív ajánlatokkal jobb pozíciót megfogni, hanem sokszor tényleg úgy tűnik, mintha egymás kárára tudnának kizárólag bármilyen típusú relatív előnyökre szert tenni. Tehát ezért is kérdezem tőled, hogy ha azokkal a reményekkel vág neki az ellenzék, hogy az LP választásnak, hogy tisztuljon a térkép,
hogy azok a pártok, akik egyébként képesek mandátumot fogni, azok számítanak jelentékeny érdemi szereplőknek, és nekik kell valamilyen formában 2026-ra egy együttállást megvalósítaniuk. Szóval ilyen értelemben nincs tétje az LP választásnak, ami kifejezetten igazolja ezt az ellenzéki logikát? Szerintem különbált teljes mértékben az ellenzéki pártok érdeke és az ellenzéki választóknak az érdeke. És ez valahogy a kettő nagyon össze kéne párosítani. Mi a különbség a kettő között? Hát a kettő között az, hogy az ellenzéki választónak az az érdeke, hogy végre meglássa azt a vezetőt, azt a rendszert, amire azt az alternatívát, amire tud szavazni, és tudja azt, hogy hogyan lehet, milyen módon, milyen lépésekkel lehet leváltani az Orbán rendszert, és az ő szavazata hogyan tud ebben dologban hasznosulni. Szerintem ez az ellenzéknek, vagy a választónak az érdeke, akinek elege van az Orbán rendszerből, sokszor beszéltünk itt, szeretne valami mást, le akarja cserélni, stb. Az ellenzéki pártok pedig ugyanabban a technikai játékban vannak, mint most már tényleg egy ilyen örök hétfőként az elmúlt 14 évben, hogy most éppen egy európai parlamenti választáson, illetve egy önkormányzati választáson szeretnék azt kiakkumulálni, hogy ki a legerősebb közülük. Lényegében nem foglalkoznak a választókkal, meggondolsz abból, hogy csak elolvasol egy napi hírt, hogyha valakinek, ugye, bocs, nincs egy zárójelet, nagyon kevés embert érdekel a belpolitika jelen pillanatban, olyan, most nem a fő botrányokról beszélek, hanem arról, hogy mondjuk milyen egy általános belpolitikai hír nagyon kevés embert érdekel, de ami eljut hozzájuk az ellenzéki szavazónak, az azt látszik, hogy itt vagyunk februárban, és hogy mindig egymással technológiai kérdésekről beszélgetnek. Ki indul, ki nem indul, ki buktatja meg, ki nem buktatja meg, ki hányadik a különböző listákon. És ez most februárban. Tehát az ő szerepük, amit az ellenzéki pártok pedig abban gondolkodnak, hogy ezt most meg kell vívnunk, bekerülünk majd az EP-be, meg az önkormányzati helyekre, aztán majd megyünk valamilyen módon tovább 26-ra. Én azt gondolom, hogy ez a alapkérdés, hogy hogyan lesz az ellenzékből egység, hogyan lesz kevesebb párt, hogyan lesz egy vezetője, hogyan lesz egy iránya, ez nem ezen a választáson fog eldőlni, mert nem is tud igazából ezen dolgon eldőlni. Tehát nem, ilyenkor az ellenzéki politikus kiadja a kezéből a politizálás, és azt mondja, na akkor döntsetek el ti, nem fogják eldönteni, mert nem ebben vannak. És de biztos, hogy kiadja a kezéből, vagy inkább arról van szó, hogy megpróbál róla legitimitást kérni hozzá. Tehát arra gondolok csak, hogy alapvetően, amit mondasz, az valószínűleg azért is nagyon nehéz, mert egész egyszerűen az, aki természetes autoritása lehetne ennek az ellenzéki világnak, az egész egyszerűen két kézzel tolja lesz magáról, Karácsony Gergely, aki adott esetben lehet, hogy kívánná ezt a típusú autoritást, annak valószínűleg az ellenzéki nyilvánosság döntő többsége nem szeretné ezt megadni, Gyurcsány Ferenc, és ott van Donát Anna, akiről nem lehet eldönteni jelenleg egyébként, hogy inkább LP képviselőként szeretné a következő 5 évét eltölteni, vagy a következő másfél-két-három évben fölkészülni arra, hogy 2026-ban vezető legyen az Egyesült Ellenzéknek. Tehát igazából senkinek nincsen egy olyan természetes pozíció, amiből ő képes lehetne megteremteni ezt az egységet. Ilyenkor mi nem lehet más csinálni, mint azt mondani, hogy a szavazók akkor állítsatok föl egy prioritás sorrendet, és aztán megnézzük, hogy abból mit lehet kifőzni. Oké, az első megjegyzésem az inkább ilyen maliciózus, akkor nem ők valószínűleg a vezetők, hogyha nem képesek ezt kijárni maguknak. A második, ami érdemben válaszolva, valóban volt egy olyan pillanat 19-ben, amikor Karácsony Gergely megkapta a legitimációt erre, evelő, amit mondtál, nem élt, hanem két kézzel tolt el, valóban Gyurcsány Ferenc szeretne ez lenni, de láthatóan erre azért nincs akkora igény az ellenzéki választókból, hogy Donát Anna mit csinál, szerintem ez most ilyen szempontból nem egy mellékes kérdés. Nem így, tehát hogy mondjam, a munkával teremtődik meg az ellenzéknek a vezetője, nem avval, hogy a nagy érdeműt szorkoztatják olyan kérdésekkel, hogy akkor éppen miért nincsen megállapodás, hogy akarják egymást éppen februárban hátba szúrni. És az európai parlamenti választás egyébként abban igazad van, hogy mindig az elmúlt 20 évben, amikor volt választás, egyik része mindig a Fidesz nyert, eddig bármikor, még amikor ellenzékben volt akkor is, és valami fajta politikai átrendeződéssel járt. Tehát 2009-ben, már nagyon régen volt történelem, akkor alakult ki lényegében a centrális erőtér, nem 10-ben, hanem 9-ben, lényegében az akkori uralkodó MSZP középpárt lett, a Jobbik akkor ugye akkor betölt, és komoly 3 mandátuma lehet, illetve az MDF-nek még lett, és középen pedig a Fidesz, mint egy ilyen lángosztop nyerte meg fölényesen a választást. Ugye 14-ben szintén volt egy ilyen átalakulás, amikor most nem is akkor belemennek a történelmi részébe, tehát valami ilyesmi dolog lehet, de azt gondolom, hogy sajnos a mostani számok szerint nem az történik, hogy az ellenzék komolyan veszi a történelem leckéjét, és akkor megpróbál a Fidesszel szembe szegülni, és megmutatni, hogy talán a legegyszerűbben, a legkisebb belépési küszöbben lévő választáson tud valami nagyot gurítani, hanem ehelyett már évek ezelőtt arra jutottak, hogy akkor játsszuk le a közöttünk lévő az MB2 vagy az MB3-ba való bejutásnak a lehetőségét. És ha ránéz ezekre a számokra, és most, hogy ezek igazak is,
akkor inkább az történik, mint 2009-ben, hogy a Fidesznek az álma, ami valahol 18 körül megszűnt, hogy legyen egy centrális erőtér, az afele konvergálunk, afele indulunk, hogy van egy középen álló Fidesz, és mellette jobbról-balról egy valami kicsi kis erő, akik aztán egymással majd hadakoznak és acsarkodnak. Lehet-e bármilyen hatása a 2026-ig tartó ellenzéki dinamikák alakítására, ha a kétfarkú kutyapárt bejut, mandátumot szerez, és ugye egyébként a parlamentben nincsen jelen, de az LP-ben benne lesz, és ilyen szempontból az is lehet, hogy esetleg olyan pártokat is beelőz, akik most frakcióval rendelkeznek a Magyarország gyűlésben. Igen. Szerintem az a fő kérdés ebben az európai parlamenti választásban, az ellenzéki oldalon, a Fideszről már szerintem beszéljünk, hogy a kutyapárt, illetve a Mi Hazánk együttes mandátum száma az meghaladja a mostani 6 ellenzéki pártnak a mandátum számát. Ha ez meghaladja, akkor azért az egy elég erős üzenet lenne, hogy valamit nagyon rosszul csináltok, barátaim, és valamit változtatni kell. Még egyszer. Ez a legegyszerűbben megugorható választás abban a szempontból, hogy akinek elege van, az meg tudja találni jobbról is, meg balról is az alternatívát magának. Szerintem valami ilyesmi felé megyünk. De tegyük hozzá azt is, hogy azért, hogy amikor ránézünk arra, hogy kb. Hány párt fog elindulni, és a vétóba foglalkoztunk ebben korábban, hát 13-ig jutottunk a számításba, ami ugye hát egy virágzó plurális demokráciának a képe, tehát szerintem Hollandiában nem indul ennyi párt az európai parlamenti választáson, és akkor ugye joggal feltételezzük, hogy akkor most akkor van egyáltalán közös ellenfél vagy ellenség az Orbán rendszerben, hogyha ilyen mennyiségű párként tudunk, mindenki virágozzék, minden virág, nem tudunk koncentrálni az energiánkat, nem, és azokat az alapvető lépéseket, amik arra szükségesek, hogy ez az ellenzék valahogy egységesüljön, hát nem ebbe az irányba vannak ezek a lépések. Te politikai tanácsadó is vagy, fontos kérdés, szerinted van-e olyan LP ügy, ami kifejezetten mint Európai Uniós ügy képes lehet megfogni a magyar választók fantáziáját, vagy igazából az a racionális döntés a magyar pártok részéről, hogyha az LP választás egyáltalán nem is használják arra, hogy Európáról, nem tudom én, az európai közösségről beszéljenek, hanem kifejezetten akkor teszik jól, hogyha ezt Orbánra, adott esetben belpolitikai ügyekre és ilyen fókuszra helyezik ki? Az Európai Unióban az összes tagállamban ez egy ugyanolyan választás, mint Magyarországon. Hogy egy kicsit mindenhol vagy fél időben van, vagy egy ilyen gőzkieresztős, vagy akkor olyanra fogunk szavazni, akire nem merek esetleg szavazni a parlamenti választásokon. Ez nem magyar specifikus dolog. Ami magyar specifikus, az az, hogy a 15. évben lévő Fidesz rendszerben legalább 10 éve, de egy kicsit már több, közpénzek 100 milliárdát költötte arra Orbán Viktor, hogy az Európai Unióval szembe határozza meg magát, és megpróbálja átvinni a saját szavazóit, meg Magyarországot is ebbe az EU kritikus álláspontba. És láthatóan nagyon kevés dolog van, ami nem működik annyira az ő világában, de ez nem működik. Tehát Magyarországon elképesztő erős az unióhoz való csatlakozásnak a támogatottsága, nem csak a támogatások, nem csak a pénzügyi kérdések miatt, hanem sokkal inkább ez egy ilyen, hogy mondjam, identitás formáló ügy is, és ugye hát ez maga adva van, hogy az embereket, ha valamitől lehet félni, vagy az emberek tartanak, az attól van, hogy Magyarország kifele megy ebből a közösségből, valahogy a szélére kerül, vagy valahogy végén valahogy ki lesz innen dobva. Most ezek politikai kérdés, vagy politikai félelmekről beszélek. Hát ez az ügy. És ahelyett, hogy 100 fele menne az ellenzék, ugye ebben a dologban, ugye sokszor beszélünk erről, a Orbáni politikának, vagy a magyar politikának 10 ügyéből 7-ben Orbán Viktornak mindig 2/3 van. Az Európai Unióban, uniós kérdésben nincs 2/3, tehát abban pont fordítva van. Az ellenzéknek az álláspontjának van 2/3. És abban, hogy tehát szakpolitikai kérdések Magyarországon nem léteznek. Ezt Orbán Viktor betiltotta, ezt vagy igazából nem is, inkább kidobta. Őt nem érdekli, és ezért nem is érdekli a magyar politikát. És így nem tudok ilyet mondani, hogy igen, kéne foglalkozni, ugye most a Momentum próbálkozik avval, nem tudom, hányadik aláírás gyűjtése az elmúlt egy évben, de most éppen arról gyűjt aláírást, hogy az Európai Környezetvédelmi Hatóság jöjjön létre. Na most ennek semmifajta relevanciája nincsen Magyarországon. Egyrészt nyilván, de másrészt meg egy kampányra való felkészülés esetében minden pártnak kell gyűjteni aláírásokat, kell frissíteni az adatbázisát. Tehát ebből a szempontból van ennek kampánytechnikai igazoltsága. Ahányszor az elmúlt egy évben az ellenzéki pártok aláírás gyűjtöttek, hogy azt összeraknánk egy ilyen, nem tudom, már csak stócba, ahelyett inkább lehetett volna mást is csinálni. És
Én a tétje, ugye az az érdekesebb az egész választási rendszeri átalakításban, hogy a tét ilyen szempontból kettős. Van a helyi választás, és van az uniós választás, ami sok szempontból teljesen más típusú választás. És Orbán Viktoréknak, ugye a Fidesznek nagyon egyszerű. A tét az egy teljesen egyszerű dolog. Üzenjük meg Brüsszelnek, hogy akkor mi vagyunk a faszagyerekek, minket nem lehet, nem fogunk úgy táncolni, ahogy Brüsszel fütyül, és ő neki az a lényeg, hogy hozza azt a stabil Fidesz támogatottságot, amit úgy látható, és mobilizálja a szavazóit, és abban reménykedik, szerintem bizonyos szempontból joggal, hogy azokon a helyeken, ahol eddig esetleg ellenzéki többség volt, ezzel a stabilan elvitt Fidesz táborral akár lehet változtatni az önkormányzati helyeken is. Tehát neki elég egyértelmű az üzenete. És eléggé diszonáns abban az értelme egyébként, hogy Orbán Viktor csont nélkül megszavazta például az Ukrajnának szánt 50 milliárd eurót, és semmit nem tudott elérni azokból a politikai követelésekből, amelyeket majd délrel durral bejelentett még decemberben. Ez így van, és szerintem tök jó ezt mondod, tehát hogy az a helyzet, hogy ha valaki egy politikai hibát tesz, ez a politikai hibának a ilyen furcsa sajátossága, akkor ez belőle a hiba, ha az ellenzéke kihasználja. És erről fogunk is beszélni, a legutolsó pontunk egyébként, mert erről fog szólni a Novák Katalin elnöki kegyelme kapcsán, de most előtte még menjünk tovább az önkormányzati szintérre, és készültünk egy összeállítással arra vonatkozóan, hogy 2019 óta mely települések voltak a legkonfliktusosabbak, mely önkormányzati kérdések voltak a leginkább tematizáltak a nyilvánosságban. Nézzük meg ezt az összeállítást, és aztán folytatjuk Bálinttal innen a stúdióból. Történelmi győzelem született ma október 13-án Budapesten. Ez a győzelem azonban nem az én győzelmem, még csak nem is az ellenzéki pártok közös győzelme, hanem a budapestiek győzelme, amit azért vittak, hogy visszaszerezzék a városokat a hatalomtól. A megyei jogú városokban is komoly pozíciókat szerzett az ellenzék, a 23-ból 13 maradt kormánypárti irányítású. Az ellenzék vezetheti például Miskolc, Pécs és Szombathely önkormányzatát. Nem vettek meg sem a Fidesz, sem más, sem a kormány, sem miniszter, sem minisztérium. A Momentumos polgármester már korábban jelezte elégedetlen DK-s és LMP-s alpolgármestereivel. Menesztette őket, válaszul pedig átmenetileg őt is felfüggesztették. Én lemondani nem fogok, mert megígértem a lakosoknak azt, hogy 5 évig leszek a polgármesterük. Határozatképtelenség miatt el kellett napolni a budavári önkormányzat első testületi ülését, mert a kormánypárti képviselők kivonultak róla. Az önkormányzatban a 3 héttel ezelőtti időközi választás óta vannak többségben a kormánypártok. Az ön munkája nem lehetetlenül el ezután, az időközi választás után? Én abban bízom, hogy nem. Mindent megteszek azért, hogy ne lehetetlenül jön el. Én dolgozni szeretnék, nekem a kerülete fontos. József elvileg minket képviselt volna, de ehelyett egy tál lencséért eladta a civilek becsületét és a rájuk szavazók bizalmát. Budai Lóránt sorra kapta a gratulációkat vasárnap este Jászberényben. A Jobbikos egyben összellenzéki jelölt, a megismételt választáson is győzött. Míg október 13-án 14 szavazattal nyert a fideszes Szabó Tamással szemben, addig most 3758-al több voksot kapott ellenfelénél. Meglepődtem, talán sem túlzás, hogy padlóra kerültem, de hát ebből kell felállni. Sikerült? Felállni a Pócs Jánosnak? Persze. Simán megnyerte az egyesült képviselői területét. Jó, kezdjük azzal, hogy amiről a vétóban sokat beszéltetek az elmúlt évben, az az, hogy a 19-es átfogó megállapodás helyett inkább a 18-as, hát mondjam én, visszalépés káosz felé tendál az ellenzék. Szóval Bálint, a műsor elején már exponáltam ezt a vizualizációs segédeszközt, amin ugye a megyei jogú városokat kategorizáltátok, vagy bizáltátok be, ugye ez a te politikai értékeléted alapján azokat a városokat mutatja, amelyek részben átfordíthatóak, illetve mutatja azokat a városokat, amelyek 2019-ben ellenzéki vezetést nyertek, vagy fideszes vezetést nyertek, és feltehetően idén is ez a felállás fog majd folytatódni, de mondom, tehát vannak benne átfordíthatónak jelölt települések is. Kérlek, hogy bontsd ki, hogy mi alapján állt össze ez az összeállítás. Ugye erről sokat beszéltünk, ugye az a színkódja, hogy ami a kék, az ami a 2019-ben megnyert megyejogúvárosok, ugye közben lett megyejogúváros még baja is. A narancsárga az, amit szerintünk nem lehet elvenni a Fidesztől, talán csak egy ilyen földcsőszomlásos győzelembe, de ez ugye nem annyira valószínű. A piros pedig az, ahol lehet mit keresnie az ellenzéknek, ugye erről is beszéltünk korábban, ugye ez Nyíregyháza, Szolnok, Szekszárd,
Győr, illetve Nagykanizsa, és ugye itt van azért még Veszprém is be van itt rakva, ezt már én ebben kevésbé hiszek, de itt a szerkesztőségben volt erről egy ilyen kis disputa. Ugye itt az van, hogy két különböző típusú nyerhető hely van, egy, ami már eleve meg kéne kezdve már nyerni, ugye mindketten jártunk ugye Szolnokon is, meg Nyíregyházán is, hogy láttuk, hogy ott éppen mi történt, hogy milyen volt az ellenzéki hangulat, és az, hogy milyen volt egyébként az ellenzéki választók hangulata, nagyon érdekes volt. Nagykanizsában ugye az történt, hogy nagyon kevéssel nyert a fideszes, és ugye egyébként egy ideig ellenzéki többség is volt. Győrben ugye egy speciális, ugye hát szappanopera zajlik éppen, és Szekszárd ugye szintén ugye demográfiailag tehát nyerhető között lenne. Na most ez a helyzet, hogy mi lesz ennek az eredménye, az egy másik kérdés, ebben nem szeretnék jósolni, félek, hogy mert csak nagyon pesszimista lennék benne, de hogy mi történik most, az, hogy ugye itt erről sokszor beszéltünk a vétóba, hogy ez a felelősség kérdés. És mi az ellenzéki politikusoknak, bármilyen szinten lévő politikusnak a felelőssége, az egy nem eléggé kibeszélt vagy kitárgyalt kérdéskör, mert hogy az ember kibeszélné, kitárgyalná, akkor biztos, hogy nem így viselkednének. Tehát 19-ben történt egy fordulat, hogy az addig megelőző 9 év után egy relatív, nem veszteség, hanem egy relatív győzelem született az akkori helyhatósági választásokon. Zárójeles megjegyzés, minden megyében egyébként a megyei listákon a Fidesznek 50%-a volt, 50% körül volt, tehát azért, nem állt olyan rosszul, de mégis lett egy lehetősége az ellenzéki közösségnek, az ellenzéki választóknak, az ellenzéknek mind általában arra, hogy megmutassa, hogy hogyan tud kormányozni. Hogyan tud településeket másképp működtetni, mint ahogy a Fidesz működteti, illetve hogy hogyan tud olyan kultúrát behozni, amiben azt tudja mutatni, hogy ő igaz, hogy ellentétben arra, amit a Fidesz média megállás nélkül harsog, hogy ők képtelenek kormányozni, és igazából barmok, meg hülyék, avval ellentétben ők igenis tudnak felelősen eljárni, és tudnak felelősen működni. És valóban ennek volt egy hierarchikus rendszere, aminek ugye úgy nézett ki, hogy ugye Budapesten lett főpolgármester választás és váltás, a Budapest követetnek a többsége szintén, ugye ellenzéki vezetésű lett, a megyejogúvárosoknak egy nagy többsége, ugye 10 megyejogúváros lett szintén ellenzéki, illetve az ennél lejjebb lévő, de nem megyejogúvárosok, de mégis nagyvárosokban, de nem megyejogúvárosokban is lett egy csomó helyen váltás. És hát az látszik így, nem tudom, 5 év után, hogy ezekből nagyon kevesen lehetett, nagyon kevésből lett valódi politikai változás, nagyon kevésből lett olyan fajta kultúraváltás, vagy politikai szemléletváltás, ami egyébként, amit mindig sokat beszélt, 50% plusz egyet, hogy a kormányváltás érdekét szolgálja. És most itt vagyunk ugye februárban, és ugye az ellenzéki szavazó mit hall? Az, hogy azokon a településeken, ahol egyébként még már ellenzéki vezetés van, illetve azokon, ahol lehetne, még mindig azon beszélgetnek egymások emberek, hogy akkor ki, kinek, hol lép vissza, kiből lesz majd külső bizottsági tag, aminek fényében majd visszalép itt, meg ott, meg amott. És nem egy évvel ezelőtt vagyunk, hanem most van. És ennek ugye Orbán Viktor ilyenkor, meg Rogán Antal ilyenkor tényleg csak egy kávét kérnek, mert ugye csak mutatni kell. Ugye mutatják is, tehát ebben nincsen probléma, de hogy mutatni kell, mert van mit mutatni. És ugye ez a felelősség kérdése, hogy vajon nem az van ilyenkor, és azt ugye erről is beszéltünk sokszor, hogyha az a 10 ember, vagy 15 ember, aki egy városnak a politikáját csinálja, amiben vannak ugye helyi képviselők, leülnek egymással, és egymás szemében néznek, hogy te Józsi, Béla, Mari, miért vagyunk itt? Azért, mert olyan fantasztikusak vagyunk? Vagy azért, mert szeretnének minket az választók ide küldeni, hogy csináljuk másképpen? Szerintem az utóbbi. Ez világos, csak most hadd vessek fel, mert szerintem a 19-szel kapcsolatban lehet, hogy felvetítő az a kérdés is, hogy nem volt ott egy fals olvasata az ellenzéki áttörések. Mire gondolok? Arra gondolok, hogy egész egyszerűen ott sem volt egy egységesült ellenzék, egy koordinált ellenzék volt, amiben nem alakult ki igazából egyfajta érdek egység, ami nagyon hamar megmutatkozott a különböző konfliktusoknál, amikor testületeket kellett volna bizonyos javaslatok mögé odaállítani, és egyszerűen nem lehetett megcsinálni, mert nem volt meg az a szervező autoritás, aki ezt el tudta volna intézni. Ugye én azt gondolom, hogy alapvetően megint oda jutunk vissza, hogy 3 ilyen autoritás lehetett volna. Nyilván adott esetben Botka László, mint az egyik legrégebbi ellenzéki polgármester, aki ezt a felelősségét, vagy ezt a lehetőségét 18-as történeti okokra visszavezethető okok miatt nem töltötte be. Karácsony Gergely, aki eleinte úgy tűnt, hogy talán erre valamilyen módon ambicionált, de aztán ezt végül egyébként ő maga elengedte, és ekkora csapódott be az egész történet, Márki-Zay Péter, akiben volt ambíció, volt dinamizmus ilyen szempontból, csak nem volt meg mögötte sem a szervezeti háttér, hogy egy ilyen munkát, hogy az átfordított városokat valamilyen módon érdekegységbe és ellenzéki karakterbe tömörítse, hogy ez meg tudjon valósulni.
Bocsánat, akkor egy zárójel. Nem szoktam beszélni a munkámról, mert azt gondolom, hogy az összeférhetetlen itt a vétóban lévő szerepemmel, de most tudom, hogy provokálsz, és teszek itt egy kivételt. Botka László azt megpróbálta. Tehát 19-ben lényegében a választás után azonnal összehívta az összes megyejogú városnak a ellenzéki vezetőjét, és hosszasan ecsetelte nekik, hogy mit kéne csinálni együtt. Mire kell vigyázniuk, mi az első... Kiszabotálta ezt a... Hát, hogy szerintem úgy közösen, hogy nagy részük elszabotáltam. Egyszerűen azért, bocsánat... Elszabotálta, vagy egyszerűen nem látta meg benne a lehetőséget? Nem fogta fel, hogy mit kapott. Ezt mondom, ez a felelősség kérdése. Nem fogta fel, hogy nem azért nyert XY a megyei város, mert annyira elképesztően fantasztikus ő még a programja, hanem azért, mert az ellenzéki szavazók szerettek volna a váltást. Ezt nem fogta fel. Helyette azt gondolt, hogy ő annyira szuper. És ugye eleve is ezt mondta akkor annó Botka László, hogy nem azért nyertetek, mert hogy ti olyan szuperek vagytok, az rengeteg munkát, az majd a harmadik ciklusban jön ez majd el, hanem azért, mert változhattak volna az ellenzéki választók. És ahelyett, hogy ez egy politikai dolog lett volna, egy politikai aktusként tekintettek volna a saját maguk megválasztására, nem egy az ő személyüknek, akkor ugye megint másképp működik az ember. Mert akkor a felelősséget érzi abban, hogy igen, az én településem 53 ezer lakója, a fele, ellenzéki érzelmű, és ebben bízott meg engem. És ez történt. Karácsony Gergely szempontjából az megint egy másik kérdés. Szerintem ő akkor, amikor megválasztották, nem azt gond, tehát hogy mondjam, tehát hogy ő akkor is már azt gondolt, hogy akkor majd akkor miniszterelnök jelölt lesz belőle. Érted? Szóval, hogy ami nem egy ördögtől való kérdés, mert ugye valóban nagyon nehéz a NER-ben. És valljuk, szerintem azért nagyon sokan a szavazói közül is ezt gondolták, hogy itt részben egyébként egy miniszterelnök jelöltet készítünk elő. Igen, csak ugye az megint egy másfajta politizálás, másfajta politizálásra ad irányt, és ugye az, amit ő képviselt, az, hogy azonnal bement középre. Tehát abban a pillanatban, amikor őt megválasztották, mert valószínűleg neki ez a kényelmes szerep, hogy ő középen áll, és ilyen hazabölcseként simogatja jobb és beoldalít politikusokat, meg szavazókat, csak ebből az látszik, hogy azok, akik rászavaztak, se érezték magukat olyan nagyon jól, és azok, akik nem szavaztak rá, azok se érezték saját magukat nagyon jól. És ez egy nagyon nehéz kérdés minden egyes polgármesteri politizálásban, még a Fidesz rendszer előtt is, hogy az ember hova szavazon, hogy hova politizáljon, de ugye mégis az első év is oda kell politizálni, akik megválasztottak, őket kell megtartani, ugye ez egyszer már egy többséget okozott. Minden más már csak a bónusz. És Márki-Zay Péter igen, ebből nőtt ki, ebből az apátiából, hogy valami, ugye nagyon nehéz őt így retrospektíve szemlélni, mert a rengeteg hiba, amit elkövetett, az ugye beárnyékolja az ő feltörését. De a feltörés ugye mégiscsak 18 februárban az volt, hogy ő az akkor egyik legerősebb, akkor is egyik legerősebb volt egy kis kanyarra lévő Lázár Jánosnak a jelöltjét verte meg Hódmezővásárhelyen, és utána másfél évvel később újra tudott győzni Hódmezővásárhelyen. Ott volt teljesítmény, ő nem értette ezt a dolgot félre, hogy aztán országosan mit csinált, ez egy másik kérdés, de... És szerintem itt van a nagy de, a felelősség kérdése. És a politikai felelősség, amiről mindig itt beszélgetünk egymással is, és egyébként próbálunk erről a nézőkkel is beszélgetni. Ott voltunk együtt, emlékszel a szolnoki hangulatra, vagy a nyíregyházi hangulatra. Ott az emberek nem azt várták el, nem azt akarták, hogy akkor kezdjenek el megint beszélgetni, hogy akkor most ki hol lép vissza a Józsi javára, hanem az, hogy basszus, legyen már egy vezető, aki mellé büszkén be tudok állni. És ez, hogy ezt emberek ezt felfognák, akkor nem 2024 februárjában beszélgetnének arról, hogy hogyan kell mondjuk a Baranyi Krisztát hátba szúrni a költségvetési szavazáskor, hogy hogyan kell még mindig mondjuk például a Szolnokon, még mindig nem egy jelöltet találni. Mert ha valaki szeretne váltást, akkor ő azt szeretné, hogy ugye a magyar választó szereti a stabilitást, szereti, hogyha valakiben bele tudja látni a vezetőt, ha tud valakire büszke lenni, és ugye ezek nem, hogy mondjam, percek alatt termelődő kérdések. Ellenzéki axiom, hogy Budapest egy ellenzéki város, ilyen szempontból valószínűleg alacsonyan van a veszély érzete az ellenzéki közösségnek azzal kapcsolatban, hogy Karácsony Gergely képes lehet-e újrázni a pozíciójában, vagy sem. Ugye jelenleg Vitézi Dávid lebegteti azt, hogy kihívója lehet Karácsony Gergelynek. Van, aki már eléggé biztosra veszi azt, hogy Vitézi Dávid mindenképpen el fog indulni, hogy LMP színekben vagy más színekben ez egyelőre még vitatárgya. De szerinted van-e bármi, ami veszélyeztetheti Karácsony virázását Vitézi Dávid mellett? Szóval Karácsony Gergely mellett szól az ellenzéki matematika, amit ő pontosan jobban tud, mint én, hogy Budapesten van egy még masszív ellenzéki többség. Nem olyan masszív, mint volt, nem olyan masszív, mint azt korábban mindenki így elkönyvelte. Látszik az, hogy a Fidesz azért tudott pozíciókat fogni a 22-es választáson is, legfőképpen az egyébként mindig baloldalnak számító lakótelepi környezetben, és az ellenzéknek a nagy sikerei ugye mégiscsak a budai uri világban tudott
tudott elérni. Karácsony Gergelyre szerintem két veszély, tehát sok veszély fenyeget, de kettő mindenféleképpen. Az egyik az az, hogy pont ebben a középre állásban, pont ebben a kicsit ilyen apolitikus politizálásban, meg abban, hogy ő mindenben egy ilyen kompromisszumok robotosaként magát is így jellemzi, ebben igazán, igazán komoly, mindenre elszánt fanklubja nem született meg. Tehát kevés olyan választót lehet látni, vagy mérni, vagy találni, aki tényleg kapával, kaszával kiállna Karácsony Gergely mellett. Olyan van, aki jobb hián, mert nincsen más, ami szintén komoly erény, jobb hián rászavaz, és ez egy komoly többséget is jelent, de olyan, aki tényleg kapával, kaszával megvédeni őt, olyan nincs. És amit ő kihagyott, vagy nem csinált meg, az az, hogy az a fajta budapesti ellenzéki élmény, hogy ez egy miért más, mint a Budapest korábbi hangulata, szerintem ez egy nagyon-nagyon kihagyott lehetőség, amit szerintem nem teremtett meg, nem tetett magának médiát, és ezt már sokszor soroltam. Hadd kérdezek valami, bocsáss meg, csak hogy egyébként az, hogy nincsenek elkötelezett karácsonyfanok, az nem egy szociokulturális sajátossága ennek a típusú baloldalias, progresszív szavazótömnek, hogy egész egyszerűen nem is hajlandó ilyen típusú rajongásra, vagy ilyen típusú támogatásra, elköteleződésre, mert idegen az ő saját karakterétől. Hát tőlem nagyon távol áll, hogy Gyurcsány Ferencet dicsérjem. Tehát, hogy azért, hogy mondjam, szeretném magamat a kritikusaként mutatni. Azt hiszem, hogy ezt megtettem már a korábbi adásokban, bár ilyen vált téged nem érhet. De hogy 2006-ban ő egy baloldali, vagy balliberális idolja volt ennek a tábornak, az biztos. És őt rajongásig szerették az övéi, és pontosan ebből a majdnem ugyanolyan hasonló, vagy nem most hasonló szeretettel, mint amennyire Orbánitot szerették mondjuk az első pár ciklusában, most már egy egészen más státuszában van. Karácsony Gergelyre az a veszély, hogy ő úgy indult ebbe a, ugye Vitézi Dávid, mint fogalom, az egy szakértő valaki, aki a Fidesz közeléből jön, nagyon fiatal kora óta csak kizárólagosan egy idejében ilyen kötőpályás kérdésekben szólalt meg, Demszky Gábor nagy kritikus, a 18 éves korában, van egy hosszú története. De könyörgöm, Karácsony Gergely saját maga kérte fel Vitézi Dávidot 19-ben, hogy legyen a BKK, vagy akkor a BKV-nek a vezetője. Miközben ő már akkor egy elég, ugye mert korábban a Talós érában és a BKK alapító vezetője volt. És az a kérdés, hogy ha ez az apolitikus kiért jobban a városhoz, összehasonlítás van, hát abban azért Vitézi Dávid elég jól áll, és mert hogy 20 éve építi a saját imidzsét. És abban én azt nem tudom, és hiszem, hogy válaszos itt fog körbe eldőlni, hogy van-e annyi ellenzéki szavazó, aki azt mondja, hogy oké, én látom, hogy a Vitézi Dávid nem a legellenzékibb valaki, sőt, lehet, hogy inkább a Fidesznek egy ilyen... Hát fideszes államtitkári múltal valószínűleg ezt nagyon nehéz mutatni. De láthatóan az elmúlt két hónapban, ami szintén szerintem a Karácsony Gergelynek a hibáiból adódik, Vitézi egy valós jelölt lett. Ez teljesen világos. Ugye itt a járatritkítások, nem járatritkítások, a bérletrendszerek kapcsolatos. A hozzáértés kérdés. Az, hogy most ennek milyen témái vannak, ezeket a választók nem így figyelik, hanem az, hogy valami káosz van, és a káoszban valaki mond valamit, amihez tudok kapcsolódni. És ez egy, itt van a harctér, hogy ki ért jobban a városhoz. És ebben azért nem áll olyan rosszul a Vitézi Dávid. Ez teljesen világos, csak ebben nagyon érdekel a véleményed, mert szerintem itt alapvetően van egy olyan konfliktus, hogy mindig a szakértőiség és a politika viszonylatában, a magyar közvéleményben a szakértőiség fog majd győzedelmeskedni. A politikusok is szakértői kormánnyal kampányolnak, ami az egyik legnagyobb parasztvakítása a magyar nyilvánosságnak. Éppen ezért csak azt akarom mondani, hogy jelenleg ugye nyilván néhány hónap alatt tudott Vitézi Dávid 20% pontos népszerűség növekedést elkönyvelni, de ez mind a szakértői imidzsének szól. Amikor ő belép a politikai térbe és politikusként kell szembe helyezkedni a Karácsony Gergellyel, szerinted akkor is fog tudni ennyire erős pozíciókat fogni, mint amennyire most tudott ezekben az ügyekben? Én azt látom most, hogy az ő kampánya ki van találva, és egy olyan előkampányt fut, ami eddig szerintem hibátlan volt. Hogy ez milyen fajta kavarásnak a terméke. Ugye kicsit tekintsünk vissza, 2019-ben ugyanaz az Ungár Péter hozta be a köztudatba Puzsér Robertet, mind a nem tudom, sétáló Budapest jelöltjét, aki most ugye a különböző tudósítások szerint szintén valahogy kavar, vagy politikailag kavar Vitézi Dávid körül, akkor Puzsér Robertnek egy 4%-os eredménye volt, nem is volt veszélyes Karácsony Gergelyre, szerintem Vitézi Dávid ennél jobb jelölt. Hogyha ő LMP-s támogatással fog ebben a játékban részt venni, hát akkor ugye a lóláb nem ló ki, hanem a ló is maga kilóg, hogy ez micsoda.
Az a probléma még egyszer, hogyha egy kicsit lejjebb mész az elemzési szinten, akkor ugye Ungár Péter saját maga szájával többször is elmondta, hogy ő a DK-nak a SZDSZ-e, vagy a KDNP, vagy nem tudom, milyen kifejezés használt rá, akkor ugye azt feltételezzük, hogy az ilyenfajta politikai mahinációkat, amikor tényleg egy ilyen hatpárti egyetértésben lévő korábban közös jelöltnél elkezdő másfele menni, akkor ugye, mint hogyha egy másik pártnak az érdekes az lenne, hogy esetleg ebben a kavarásban részt vegyen, aki nem feltétlenül a Fidesz. És Vitézi Dávid szerintem jó jelölt, abban a szempontból, hogy tudja ezt a szakértői imidzset hozni, az a kérdés, hogy ezek a fő kérdések ilyenkor, hogy vajon Vitézi Dávid egy ilyen Index 2.0, amit arra gondolok, hogy el tudja adni tökéletesen, hogy igazából ő nem a Rogán Antal által irányított valaki, és ő inkább csak egy szakértő, aki tényleg a szívéből szeretné a várost megépíteni, és lehet igazából az tök közel van az ő gondolatához, csak az válaszhoz hogyan érzékel ez egy másik kérdés, vagy pedig azonnal le fog lepleződni, hogy ő a Fidesznek az ilyen trójai falova. És ez szerintem nem dőlt el. És az az érdekes, hogy szerintem nem is biztos, hogyha lelepleződik, akkor nincs egy olyan választói csoport, aki ettől függetlenül is rá fog szavazni, mert azt mondja, hogy Karácsony Gergelynek megadtam a bizalmat én 19-ben, de amit azóta művelt, vagy azóta csinált, az nekem nem felel meg. És inkább legyen ő. És a Fidesznek egy jelöltjét ugye nem tudjuk még, ugye pár névi be van dobva, láthatóan ugye ez is egy tök érdekes dolog. Nincs is igazából Fidesznek Budapesten politikusa. Nem tudod senkit sem felépíteni, vagy nem akar senkit sem felépíteni, nincsen 4 év alatt semmi, aki emblematikus lenne Budapesten, hogy ez mennyire van direkt, az egy másik kérdés, mert szerintem Orbán Viktor ezt szerintem azért valahol direkt csinálja, hogy nincsen egy valaki, akit lehet így, ugye lett volna, csak ő azt ugye nem építette, hanem Pokorni Zoltánra. Ő lett volna. Ő lehetett volna építeni. Ő egy budai úrifiú, ilyen szempontból, hogy őt el lehet adni, de hogy aztán őt nem építette, hogy ott van egy komoly konfliktus. Nem érdekel. Tehát, hogy, és az a legszebb ugye a Fidesz rendszerben a 15. évében, hogyha belegondolsz, bármi is legyen ennek a választásnak a vége, az igazából Orbán Viktornak jó, a fővárosi választásnak. Mert hogyha a Karácsony Gergely marad, de nincs alatt a többség, ugye az új választási vagy a régi választási rendszer miatt, az is jó. Ha Karácsony Gergely marad, és van alatt a többség, az is jó, akkor lehet ezt a Budapest vidéken eltétet csinálni, csak ne jelenne nagyon. Ha veszít, és Vitézi Dávid lesz, az is jó. Tehát igazából minden jó, mert hogy nem tudta a Karácsony Gergely betölteni azt, a pozíciót, vagy azt a szerepet, amitől egyébként a Fideszben rettegtek. Hogy be tudja majd tölteni, hogyha újra győz, és esetleg lenne mögötte ellenzéki többség, az egy másik kérdés, úgyhogy egy kiegészítés. Ha meg ránézünk arra, hogy mi a DK stratégiája ebben az ügyben, ugye Gyurcsány Ferenc sokáig itt a te műsorodban is kritizálta Karácsony Gergelyt, nem hozza, nem az ellenzék vezetője, ugye ez az ő szájából ugye kicsit olyan fura, de mégis nem ő, és volt egy kritikája, hogy nem volt elég politikus, meg nem használta ki az erőforrásokat, stb., amik szerintem nagy része legitim. Onnantól kezdve körülbelül októberben hirtelen hopp, már be is állt Karácsony Gergely mögé, és akkor ő mindenben támogatja, stb. De hogyha belegondolunk abba, hogyha mi az ő fejével gondolkodva, hát én szerintem ő nem sírná el magát, hogy a Karácsony Gergely nem nyerne a fővárosi főpolgármester választásokon, mert az a típus, amit mondtál, autoritás, amit ő megkap, már csak a pozícióból is, az a DK gondolkodásába, ami ugye hosszú távon tervez, és 26-ban szeretne valamit robbantani, a Karácsony Gergely egy átugorandó ilyen akadály. Átugrandó, vagy pedig szerinted inkább arról is lehet szó, hogy adott esetben már készül elő egy Karácsony-Dobrev tandem, amivel neki szeretnének futni 2026-ra, tehát egész egyszerűen sem lehet, hogy a DK azt is fölismerte, hogy tudják ők szövetségesé is formálni Karácsony Gergelyt. Hogyha a DK valóban komolyan gondolná ezt az ugrást, hogy ők ugranak egyet, és hogy Budapestre szükség van ehhez az ugráshoz, megy a legellenzéki város. Szélsőségesen demoralizálna az ellenzéki közvéleményt, hogyha nem lenne meg Budapest az ellenzéknek. Egyetértünk. Ezért mondom, az ellenzéki pártok, meg az ellenzéki választók teljesen elváltak egymástól. Az, hogy az ellenzéki pártok mi a stratégiája, és mi az ellenzéki szavazóknak az állapota, az egy másik kérdés. Szerintem, hogyha elveszíti Karácsony Gergely a főpolgármesterséget, az ellenzék itt kisebbségbe kerül, akkor az a fajta apátia, amit egyébként 23 nyarán érzett az egész magyar ellenzék közösség, azt tízzel kell megszorozni körülbelül, mert az fog történni, mert ami már megvolt, abban van ebből lesz egy visszalépés. Még egy kérdés Karácsony Gergelyhez, ugye azt amellett érveltél, hogy a szakértőiség, a felkészültség, a hozzáértés mítoszával, amivel fel tud lépni Vitézi Dávid, alapvetően és elsődlegesen a közlekedés szervezésben, abban nem biztos, hogy Karácsony Gergely fog tudni majd érdemen gurítani. De akkor szerinted mik lehetnek azok az eredményei, mik lehetnek adott esetben azok a politikusi, nem tudom, bátorságra vagy innovációra mutató cselekedetei, amiket föl tudhat mutatni ebben a kampányban? Szerinted neki honnan kell tudni a kompetenciát mutatni?
Én azt gondolom, hogy abba fognak kísérletezni, vagy abba fognak rámenni, amit mondtam korábban, hogy ő az ellenzéki jelölt, az ellenzék, hiszen a matematikai többség elvileg nála van, a Vitézi Dávid meg a Fidesz pedig ugye a Fidesznek a jelöltje, és ezért egy ilyen matematikai képet teszünk. Amire vissza lehet így, tehát az elmúlt 4 vagy közel majdnem 5 év alatt az a fajta politikai áttörés maradt el szerintem, amiben az ellenzéki szavazókat tényleg boldoggá lehetne tenni, és nem letargikussá Budapesten. Ez 100%-osan elmaradt. Voltak rá kísérletek, és ugye mindig tegyük hozzá, a Covid valóban megnehezítette mindenkinek az életét, de hát mindenki megnehezítette, nem csak az övét, és másnak pedig azért kicsit jobban sikerült, hanem egyszerűen, én mondom még egyszer, én azt látom, hogy és ez egy deskripció, vagy egy leírás a dolognak, és nem egy kritikája feltétlenül, hogy a középre állás az Orbán rendszerében egyszerűen nem működik. És a szavazók se szeretik azt, hogy középen van valaki, mert egyszerűen vágyják azt, hogy valaki politikai vezetője legyen ennek a közösségnek. És a félreértés mindenkiben az, hogy nem egy, az emberek nem arra szavaznak valakit meg, hogy legyen ő az első számú házmester. Lehet, hogy bizonyos kerületi polgármesterek ebben szeretnek tetszelegni, és valóban az ő személyes túlélésüknek ez egy, szerintem egy jó garanciája, de a főpolgármester nem első számú házmestere ennek a városnak, hanem a politikai vezetője. És amit Tarlós István ugye elrontott, mert Tarlós István egyébként egy felkészült üzemeltetője volt a városnak, és valóban volt egy nagy különbség, főleg a Demszky Gábor utolsó érájával és az első Tarlós kormányzásra szemben, hogy valaki mint hogy értene ahhoz, amit, vagy jobban értene, mint amit csinál vele, és ezt el tudja adni. Ő meg nem tudta berakni azt a fajta politikumot, hogy ne úgy tudjon egyébként az ellenzéki többségű városba, mint aki teljesen még később világban se tud enni. Ugye volt egy ilyen hangot, hogy így egyszerűen, mint egy ilyen téglával dobált volna. Ha ő nem dobált volna téglákkal, hanem csak néha pár embert megsimogatott volna, és nem ment volna bele olyan kultúrharcokba, amik tök feleslegesek voltak, vagy akár tudott volna gesztusokat gyakorolni, szerintem az ő újraválasztása sokkal nagyobb esélye lett volna, mint amennyire aztán történt. Karácsony Gergely meg se nem a Demszky-féle politikus, politikai vezető, politikai animálban nincsen benne, pedig ő maga egyébként az, hanem ő azt gondolja, hogy ez a kényelmes, amiben helyezkedett. És szerintem kicsit ő saját magának termelte ki ezt a szituációt, hogy egy évvel ezelőtt akár nem lett volna kérdés, hogy őt újra választják, most pedig akár még beszélgetünk erről hosszú perceken keresztül, hogy vajon Vitézi Dávidnak mekkora az ártó potenciája ránézve, szerintem nagy. Forduljunk ki Budapesten kívülre, Szolnokon és Nyíregyházán kívül, ahol voltunk már 2023-ban. Szerinted hol lehet még jó kampánnyal megszorongatni a Fideszt? Hát ugye örök optimistaként azt mondom, hogy jó kampánnyal bárhol meg lehet szólítani a Fidesz, csak ugye a jó kampány nem 2024 februárjában, hanem 2019. október 14-én kellett volna elkezdeni. Tehát a jó kampány, ugye ez egy félreértés, és van az ellenzékben egy ilyen kampányfetisizmus, hogy akkor a jó kampány akkor kezdődik, most ez egy nagy közhely, de tényleg így van, amikor az előző választás véget ér. Most már azt a fajta, ugye egy kampány sok mindenből áll, de legfőképpen, ugye ami a legnehezebb az ellenzéknek, az, hogy egyrészt kompetenciát mutasson, de ez, hogy mondjam, ez egy könnyebben, hát közepesen könnyebben megugható kérdés, de a logisztikai kérdés a fő, hogy hogyan tudod elvinni a meglévő szavazóidat választani azon a napon, azon a héten, hogyan tudod őket felpezsdíteni, és a te saját táborodba rakni őket. És ennek van sok-sok eleme, például a kompetencia, meg az, hogy higgyenek benned, meg legyen reményük, meg legyen kellően dühösek. Na most ez egy kampányban most már nagyon nehéz ezt így, hogy mondjam, hogy újra éreszteni. Akkor is, amikor ugye még beszéltünk a két településről, még a jelölt sincsen meg, hogy ki a közös jelölt. Mert mind a két helyen, ha jól tudom, volt egy előlépés Szolnokon, ugye akkor ott beszéltünk róla, akkor még ugye MSZP-s, vagy MSZP-ből kilépett úr, most már közös, talán DK-MSZP közös jelölt lett, de Momentum még mindig ott még valamit kavarog, meg nem tudom, még ott még nincsen még egység benne. A nyíregyházi jelöltről ugye ugyanez a kérdés merül fel, tehát még nincsen jelölt se. És ugye az a kérdés, hogy ilyenkor hogyan tudsz bármit is mutatni. És amiket itt mutattam, ugye ami tökéletes, az a nagy Kanizsa kérdése, hogy ott is még a jelölt keresés, ki az, megint szintén egy ilyen DK, Momentum, MSZP helyieknek az ilyen, nem tudom, acsarkodása még egyszer 24 februárjában. És ugye beszéltünk, hogy a Győrről. Hogy a Győr az egyik égköve a Fidesz rendszernek.
hiszen ugye ott van az Audi, és még számtalan vállalkozás mellette elképesztő helyi épülési bevétellel, és egy ilyen, nem tudom, ilyen sikertörténete a magyar gazdaság fejlesztésnek. Úgy közben, hogy azért Győrse volt mindig fideszes hűbérbirtok, korábban egy MSZP-SZDSZ-es polgármester volt sok éven keresztül. És ugye avval, hogy a Borkai ügy ugye 19-ben, egyébként Borkai Zsolt nyert ott, így is a kampányával jut meg, gyakorlás mellett is. Ugye most egy hármas osztatú tér alakult ott ki, amiben az van, hogy van egy korábban újságíró jelölt, meg ugye a Borkai Zsolt, meg a Dézsi egymással harcolnak, és na, hoppá, egyszer csak feltűnik újra az a DK-s hölgy, aki egyébként kikapott még ebben a helyzetben is, Lázár Tíma, és akkor megint ugye az látszik, hogy az ellenzéki szavazó akkor mit lát ebből, hogy akkor kire kell ebben szavaznom, akkor megint februárban még nincsen meg, hogy ki az, aki vezeti, aki esetleg össze tudná gyűjteni a egyébként nem elégséges mennyiségű ellenzéki szavazót, azok, akinek mondjuk ebből a bózatból elegük van. Mert ez a kettő már akár már lehet már egy szignifikáns mennyiségű ember. És ugye ezeket, szóval ez még egyszer ugyanoda-vissza. Szóval ez a felelősség kérdése, hogy egy kampányt se lehet így csinálni, hogy ugye a DK egyik kezével azt mondja, hogy ő már nem hisz az előválasztás intézményben, mert hogy micsoda ember lett szabadult rá az országra az előválasztás miatt. A másik kezével két héttel később pedig azt mondja, hogy gyerünk, legyen előválasztás itt is. Tehát szóval ezek nem feldolgozható mennyiségű információs. Azok az emberek, akik egyébként tényleg a magyar közélet, a belpolitikai közélet mindenfajta ilyen kérdésben apátia. Van. De azért mégiscsak azért azt az ellenzéki szavazó azért látja, hogy mégiscsak február van, és mégiscsak júniusban van egy helyhatósági választás, és még mindig az én településemben, ami a legközelebbi, az otthonom, nincsen meg, nekem megmondva, hogy kire kell szavaznom, vagy kire lehet érdemes szavazni, hogy váltás legyen, hogyha szeretnék váltást, az egy nonsens. Ami fontos kérdés szerintem még az önkormányzati választások kapcsán, hogy 2019 óta sok város ellenzéki vezetés kapott. Melyik három településvezetőt tartod a legsikeresebbnek, hogyha ezt a ciklust kell most értékelned? Nyilván még belőle hátra egy fél év, tehát végleges eredményt nem lehet mondani, de mégis kikre hívnád fel a figyelmet, akik a te politikai értékítéleted szerint 2019 óta legalábbis az ellenzéki világon belül példamutatóan vezetik a rájuk bízott városokat. Jó, most már ezen az adásban már egyszer már dicsértem a Botkászokat, most már nem fogom dicsérni, mert ugye mégis azért ő 2002 óta vezeti Szegedet, és ebből az ötödik ciklusában van most, és ebből egy ciklusban volt közgyűlési kisebbségben 2010 és 2014 között. Én azt látom, hogy nagyon-nagyon-nagyon sok vita volt, és nem is olyan, tehát nem is néztek ki sok dolog jól Pécset a Péterfi polgármester úr alatt, de azért mégiscsak talán inkább azt mondom, hogy ő azért meg fogja inkább tartani a pozícióját. Jól is érte rábízott felhatalmazással? Hát ezt majd a választók eldöntik, én nem vagyok pécsi, sok olyan botrány volt ott, ami szerintem kikerülhető lett volna, vagy ha a felelősségnek a jobban megfogásával talán lehetett volna őket szerintem tompítani. Ugye Nemély Andrásról sokat beszéltünk itt is, ugye ő Szombathelynek a polgármestere, MSZP-s, korábban MSZP-s, nem tudom, hogy most MSZP színébe fogja indulni. Én azt látom, hogy mégis azért mégis Vas megye, ez egy eléggé Fidesz, megye volt, és mégis sikerült azért ott Szombathelyen valami fajta egységet kovácsolni. Szinte nem is volt, alig volt botrány ott, amiben ott sérült volna, tehát én szerintem ő ott talán újrázni fog. És hogy ki kell még emelnem ugye még valakit. Hát azt is gondolom, hogy talán ugye ő kicsit apolitikusabban csinálja ezt, és ugye kicsit nincs olyan nehéz dolga olyan szempontból, hogy Érde az egy mégiscsak Pest megyének a része, azért inkább agglomerációs település, de Csőzik László se csinált szerintem olyan nagy hibákat, amiket ne lehet volna. De ugye mit mondok még egyszer, és nem akarom magamat ilyen állandóan imamalomként ismételgetni, ezek közül, az emberek közül semmelyik se volt, aki igazán politikai vezetővé vált volna. Nemény Andrásnak voltak kísérletei talán, aztán visszahozódott szerintem kicsit inkább a helyi politikába, de pontosan az a fajta bátorság hiányzik szerintem mindegyikből, aminek ugye van rációja, hogy miért nincs. Még azt gondolják, hogy ha nem ugrálnak, akkor nem ütik őket fejbe. Ugye lát Hódmezővásárhely kérdése. De hát ugye még egyszer mondom, az egyéni túlélések szempontjából így kell viselkedni.
a rendszerváltás szempontjában biztos, hogy nem így kell viselkedni. És akkor a műsor végéhez közeledve a választások makró perspektívából menjünk bele egy konkrét mostani ügybe. Ugye Novák Katalin nagy közfeláborodást kiváltott elnöki kegyelme, amit K. Endrének biztosított, ugye lehetővé tette azt, hogy egy pedofil bűnelkövető bűnsegédje idő előtt szabaduljon a börtönbüntetése alól. Ráadásul ugye kifejezetten visszás az is, hogy milyen egyéb kedvezmények érik azt, aki elnöki kegyelemben részesül. Most ennek a részletében nem megyek bele. A lényeg az, hogy ez úgy tűnik, hogy egy komoly politikai hiba volt az elnökasszony részéről. Ugye kétféle értékítélete van ennek az esetnek, az egyik úgy szól, hogy már Lázár Jánoson keresztül is megüzente a kormány, hogy Novák Katalinnak kicsit talán túlságosan nagyra nőtt az autonómiája, és most valamilyen módon ráfutatták őt egy újabb ilyen bakira, ami az ő elnöki imidzsét hát rombolhatja. Van egy ilyen típusú olvasat, és van egy olyan típusú olvasat is, hogy ahol fát vágnak, ott hullik a forgács, beleesett egy ilyen hiba is az ő működésébe, és most az ellenzék lehetőséget kapott arra, hogy valamilyen módon építse saját magát. Ugye itt is van ilyen fideszes olvasat, nevezetesen, hogy annyira beszorult volna most már az ellenzék, hogy ilyen módokon dobnak esetleges lehetőségeket arra, hogy valamilyen arcélt építsenek most a választásokra ráfordulva. Ugye látszik is az, hogy főként a DK, illetve a Momentum rögtön rástartoltak, a Momentum péntekre tüntetés szervez, a DK pedig a parlamentben próbálkozik mindenféle beadványokkal alakítani azt, hogy egy elnöki kegyelmet mégis ki kaphat meg, és hogyan élhet ezzel az elnök a továbbiakban. Te hogy értékeled ezt a helyzetet? Egy fokkal hátrébb kezdeném, ha nem zavar. Szerintem volt az elmúlt HMLD évben egy olyan pillanat, amikor is azt a vezetőt, akit Magyarország ilyen korlátlan uraként emlegetünk, vagy tudunk, Orbán Viktor, aki tényleg a haza bölcse, nem igaza van, hanem igaza lesz, stb. Egy olyan helyzetbe került, amikor láthatóan rosszul érezte magát, láthatóan nem volt jelen, láthatóan nem az, hogy omnipotens vezető volt, hanem ennek az ellentétje. Ez akkor volt, amikor Putyin elnök úrral kellett Kínában tárgyalnia, egymással beszélgetnie, hogy miről azt a jóisten tudja, de hát ugye az látszik, hogy egy elképesztően nem volt a helyzet magaslatán. Erről volt egy kis videó is. Igen. És ugye ahelyett, mit történt volna akkor, hogyha ezt a Fidesz kapja ezt a lehetőséget? Hát addig nyomták volna, ami nem tudták volna úgy felkelni YouTube-ból, TikTok-ból, Facebook-ból, nem tudom bárhonnan, ami bele nem ég a retinálba. Aminek az összege, most mondok egy óriási összeget, körülbelül 10 millió forintból ezt minden magyar ember láthatta volna, aki az interneten van, és Magyarországnak az internet penetrációja hát európai értelemben is vezető. Ahelyett, hogy ez beleégette volna a politikai retinánkba az ellenzék, volt volna két, nem tudom, mém, Gyurcsány Ferenc elmondta, hogy milyen hülye az és valaki még csámcsogott rajta. A politikai hiba, akár kezdtem mondani, akkor lesz politikai hiba, ha az ellenzék, az ellenfél ki tudja használni. Ez, ennek a nem kihasználása, na ez egy politikai hiba. Mert, és ugye ugyanezt történik most, ha az Unió másik, ugye eltett fél év, és ami történt Orbán Viktorral Brüsszelben, ugye egy héttel ezelőtt, az szintén egy óriási nagy pofon. Bárki bármit mond, és nyilván erre azt fogja majd mondani Orbán Balázs, meg az egész Fidesz, minden majd igaza lesz, meg majd a jövő majd meghozza, nem ez történt. Óriási pofonba szaladt bele Orbán Viktor, minden kép ezt mutatja, de ha nem is szaladt be, és tényleg van valami legtitkosabb deal, az ország számára lehetne mutatni, hogy gyerekek, barátaim, nem az van, hogy omnipotens vezetőtök van, neki is van néha hibája, és rombolni azt a mítoszt, hogy ő tényleg csak ő képes az országban kormányozni. Most ide kanyarodva Novák Katalinra. Mindig van egy olyan, ugye a politika úgy működik, hogy mindenki valóságokat gyár körülötte. És te is elmondtál, igen, hogy lehet az, hogy most pont valaki észrevette a bíróságot azok tárába a kegyelmet, biztos, hogy valami fideszes belső leszámolás, Gulyás Gergely megunta, hogy nem tudom, hogy a Novák Katalin hogyan beszél róla, vagy Rogán Antal most már rá akar szólni, mert túlságosan jól ment az imidzse. Ez tök lényegtelen abból a szempontból, hogy kapott megint az ellenzék egy lehetőséget arra, hogy megmutassa, hogy milyen a Fidesz. Mert Novák Katalin ugye köztársasági elnök is próbálja azt az imidzset építeni nagyon régóta, hogy jöheti valami tényleg lebeg így a kék túrán szeli át az országot, és megsimogatja a jobb és a baloldali fogyatékost is, arról van szó, de ettől függetlenül az Orbán rendszernek az egyik égköve abban a szempontból, hogy ő írja ki a beállításokat, ő írja alá a törvényeket, és ő adja meg a kegyelmeket is. És amikor egy ilyen kérdés van, akkor az a kérdés megint, hogy ezt hogyan használja ki az ellenzék. Beleégeti-e a retinádba a lehető legegyszerűbb eszközökkel, hogy Novák Katalin, ugye
Hát bocs, most ezzel próbálkoznak, azért ezt meg kell adnod nekik. De abszolút próbálkoznak, csak azt elmondom, mi a különbség. Amikor is az történt, hogy ugye egyik kedvenc pedofilozó, az Kocsis Máté, aki ugye az ő egyik, az ő utódját megverő Jámbor Andrást össze-vissza ütötte, verte, azért, mert a Jámbor Andrásnak valamilyen négy szinttel tőle valaki egyébként egy súlyos bűncselekménybe keveredett, és ebben Jámbor András kezdte el ugye pedofil. Aki ugye Jámbor Andrásra semmilyen köze nem volt, semmi, soha nem volt munkatársa, semmi, soha nem volt ismerős. De ugye ezt csinálta. Ezt családtagjának a családtagjának nem tudta. Igen, és ugye, tehát valami egy három vagy négy szinttel van, azt tudja, hogy kicsoda. Itt mi történik? Az ötödik olyan ügy jön fel a Fidesz-el kapcsolatban, amikor Fidesz tagok, Fideszhez közeli emberek büntetőjogi felelősséggel és büntetőjogi kérdésekben kerülnek pedofil bűncselekmények közelébe. Volt nagykövet, volt önkormányzati képviselő, volt rendszeren belüli valaki, a legsúlyosabb bűncselekmények közelébe kerül. És Novák Katalin pedig fogja magát Varga Judit felterjesztésére és elejezésére kegyelmet ad neki. És hogy mire kell ilyenkor fókuszálni? Az egész Fideszre? Lőni mindenkire? Az összes képviselőre lehúzni őket? Hát, ha van erre erőforrás az ellenzéknek, akkor az nagyon jó lenne, de szerintem nincsen. Az, hogy a Novák Katalin kapott egy ilyen komoly kalcot az ő reputációjára, hogy azt meddig lehet csinálni, meddig lehet tolni, az csak az ellenzéken múlik. Mert a lehetőségek, az lehetőségei végtelenek abból a szempontból, hogyha nem engedi el a témát. Ugye, mert mi történik mindig? Ugye, kiderül ez a kérdés pénteken. Kijön ez a hír, van egy-két hír, és az Momentum gyorsan előre szalad, ahogy szokott, egy Molinót kirak a Sándor palotára, nem a rezidenciára megy el, hanem a Sándor palotára megy el, kirakja, hogy nem tudom, pedofilok, kirakja azt, ami egyébként jogos. És kitűz egy tüntetés egy héttel későbbre. Miközben az egész világunk úgy működik, az egész kommunikációnk, hogy minden ilyen másodpercenként történik. Te is pontosan tudod, hogy valószínűleg mobilizálni szeretnék, és azért akartak időt nyerni ezzel, vagy valamilyen módon lehet, hogy azt akarták, hogy addig lehessen a többi ellenzéki pártot ebben meggyőzni. De hát ugye megint arról beszélünk, hogy nem a választóknak az lelkületét próbálták fel. Ez a kettő a helyzetben szerinted biztosan ekkora antagonisztikus ellentétben áll? Hát kampány ellentétben áll. Mert ha megnézed azt, hogy hogyan tűnik egy ilyen ügy ilyenkor, akkor az történik, hogy ha tényleg a Fidesznek is érdekében áll, akkor kicsit még ez így még fel van még tartva, B, jön majd a terelő hadművelet, ugye az Európa, csak hogy működik a Fidesz, az Európai Uniós pofon után, ugye ettől kb. Egy fél órán keresztül nem tudta, hogy senki, hogy mi történik. Ugye Gulyás Gergely össze beszélt, stb. Utána jött a klasszikus válasz, elmentek háromnapos kihelyezett kormányülésre. Ez már nem tudom hányadik ilyen, ami történik. Ilyenkor klasszikusan terelik el. Ez a terelés. Most a Novák Katalin ügyében csak fókuszálni kéne. Érted? Fókuszálni. És ugye megint mi látszik? A DK csinál valamit, nem tudom, Ferenc pápának ír levelet, a Párbeszéd jogszabálymódosítást kezdeményez, az LMP nem tudom, hogy nem egy integrált ellenzékről van szó, hanem arról van szó, hogy egy kampányidőszak, amit azért két logikát kell működtetni. Egyrészt a kampányban jobb pozíciót fog, mint a többiek, másrészt pedig ütni ezt a Novák Katalin féle elnöki kegyelmet. Itt nagyon nehéz azt gondolni, hogy ebben a kettőt egységesen és jól működtet. Tehát ellenzéki párt és ellenzék érdeke így válik szét. Mert hogyha nem bánna szét, akkor nem azt mondani, hogy bocsánat, akkor most kampányolunk valamiért, amit egymás ellen kampányolunk, de most van egy ügy, amiben ugye mi történt? Mi volt a legnagyobb botránya az elmúlt 15 évében a Fidesznek, amikor tényleg az ellenzék, vagy inkább azt mondom, a sajtó olyan dolgot tudott csinálni a Fidesz-el szembe, ami nagyon régen volt, de attól még megcsinálta. Schmidt Pálnak a plágium botránya. Nagyon-nagyon más közeleti állapotok voltak azok. Persze, hát ezért mondom, hogyha nem fókuszálod magadat, ha nem minden erődet egy helyre koncentrálod, akkor hogyha hat fele mész, akkor nem fog tudni történni semmi. Csak akkor, hogyha meglévő, most tudod, összehajtod. És hogyha Novák Katalin a Fidesz úgy érzi, hogy le kell váltania, mert akkora problémát szenved, én szerintem nem lesz ilyen, hanem szerintem ki fognak mellette tartani, de hogyha mondjuk ez történne, az egy óriási dolog lenne. Ha csak fel lehet azt tartani, hogy az épített egyébként nagyon szuperül, még egyszer Index 2 vagy Index 3.0 image-et, amit Novák Katalin kitaláltak, hogy ő a háromgyerekes anyuka, aki tényleg a két túrán végigmegy az országon, mindenkit megsimogat, és hogy ilyen egy ilyen ellentéte, egy kicsit anyai hangja a Fidesznek, ha csak ez sikerül tartósan nyomás alá helyezni, akkor ez már egy politikai teljesítmény. Abszolút. De amikor szétválik, amikor mindenki egymással versenyez, mondjuk egymással versenyeznek ilyenkor, amit mondtál, egymással versenyeznek, nem avval, hogy ki tud célba érni.
Egy szempontot még hozzá kérdezni, mert beszélgettünk a szakértő imidzsnek a politikai képviselettel szembeni pozíciójáról, tehát arról, hogy valamilyen módon a szakértőiségnek sokkal nagyobb a respektje, mint a politikai karakternek, és itt bejön szerintem még egy olyan szempont, pont a Novák Katalinnal szemben a tüntetésnél, hogy hiába próbálkoznak most politikusok tüntetést szervezni, már rögtön ott van egy civil csoportosulás, ami megpróbál erre rászervezni, most nyilván próbálnak egyeztetni, hogy akkor majd a civil megmozdulásról fognak átmenni a politikai tüntetésre, de hogy nyilvánvalóan azért az ellenzéki pártok azzal is nagyon küzdenek, hogy ez a rendkívül tagolt civil világ, ez egész egyszerűen sokkal jobb renddel rendelkezik, mint az ellenzéki pártok bármelyike, és nem beszélhetnek nyíltan ellenük, de közben meg nyilvánvaló, hogy gyengítik az ügynek a képviseletét, hogyha ezt a kakofóniát, amit az előbb még leírtál az ellenzéki pártok között, még az is tovább töredezi, hogy vannak még civil ágensek is, akik ebben szeretnének maguknak pozíciót szerezni. Most a másodszor jön fel ez a szakértő politikus kérdéskör, amit mondasz, általánosítva a magyar politikára, azért nem igaz, mert a baloldalnak van egy ilyen mítosza. A baloldalak közül sajnos, hogy majd a szakértő majd megoldja. Igen. Ugye ez mivel adódik, ugye ez a késő Kádárkor hazugsága, hogy majd a szakértő, akinek van diplomája, majd megmondja, merre van. Ugye ez egész Orbán rendszer, ennek az ellentétjére indul, hogy abszolút politika, minden politika az utolsó, ugye nincs szok politika, csak politika van, ő felfedezte, hogy ezt hogyan kell csinálni, és a szakértői image az garancia arra, hogy az ember nem nyer választást. A kompetencia az egy kicsit más dolog, mert ugye most nem a szinonima kérdésben, hanem abban, hogy politikusként értek hozzá, az egy másik kérdés. És az, hogy ebben a mostani szituációra levetítve, az, hogy ebben van az ellenzék, hogy képtelen egy tüntetést megszervezni, hát a Nem, bármint, bocsánat, csak amellett akartam érvelni, hogy az ellenzéknek a helyzetét nem csak az nehezíti, hogy a Fidesz-szel szemben sokszor nehéz frontot fogni. Nagyon nehéz. Nem csak az nehezíti, hogy egymással is kell versenyezni egész egyszerűen a pártstruktúra miatt, hanem nehezíti az is, hogy még a saját eklézsiájában is folyamatosan olyan nyomások érik, amelyek valójában gyengítik azt, hogy politikusként, politikai projektként tudjon fölépni és autoritást mutasson. De ez azért van, mert nincsen, nem, mert nem politizál. Mert hogyha politikai... Büntetni érte a közege. Hát oké, csak ugye mi lehet a nagyobb büntetés az a negyedik kétharmad után? Tehát mi lehet, bocsánat, akkor ötödik kétharmad? Tehát hogy az már csak úgy következik ebből. Értem, mit mondasz. Ugye ezek, amit mondasz, amiről beszélsz, ez az ellenzéki politikának a saját ilyen belső szabályzatai, miket most elmondtál. És tényleg így működnek, és tényleg ettől félnek. És tényleg nem értem azt, hogy valaki, ha mondjuk politikával foglalkozik, parlamenti képviselő, és tényleg dühös ezért a dolog, mert szerintem a Momentum és a DK-nak is valószínűleg a dühe az valószínűleg tehát, hogy valós, és tényleg érzik azt, hogy ebből lehet politikát kovácsolni, akkor miért nem a rezidenciához megy tüntetni az országgyűlési képviselő, miért az egyébként üres Sándor palotába? Miért nem az van, hogy a DK és a Momentum képviselői karba véve kergetik Novák Katalint, és megkezdik, hogy most akkor mi a helyzet? Miért van az, hogy közben Novák Katalin fogadja az örmény, talán az örmény, vagy a grúz elnököt, és ott mond két mondatot róla. Miért nem az van, hogy akkor ők, hogyha már nem megy másképp, ők helyezik nyomás alá. Miért nem az van, hogy akkor ennek a kérdésnek tényleg beleég a retinánkba az, hogy Kaletta Gábor és Novák Katalin között azért van egyfajta összefüggés. Tehát ezekből is tudnám ezt még mondani. Miért nem az van, hogy elköltöttünk 15 milliárd fontot, ugye anno 2022-ben az úgynevezett gyermekvédelmi népszavazása, és közben ugye ezek az emberek írták ki ezt a népszavazást, akik ezt csinálják. Tehát, hogy ezért itt rengeteg minden lehetséges, csak fókuszálni kell az embernek a dolgot, mert egyszerűen egyben igazad van, nagyon kicsi a média felület, a Fidesz nagyon uralja, de mégis ilyen elemi kérdésekben, ilyen elemi ügyekben lehetne politikai sebeket a másikon okozni. Meg annyi kínzó kérdés, választ most nem fogunk rájuk találni. Röviden arra kérlek még, hogy a nézők számára vázold azt, hogy a következő 6 hétben mivel készülsz, mert hogy folytatódik a vétó, mostantól minden héten lehet találkozni veled és meghívott vendégeiddel. A 6. hét után pedig majd indul a turné, amiről majd fogunk pontosabb részleteket még közölni a későbbiekben, de kérlek, hogy akkor mondd el, hogy pontosan mivel készülsz a következő hetekre. Szóval a fókuszpont az a kampányolás lesz, vagy a kampányok kérdése. Az első meghívott vendégem jövő héten Rényi Dániel lesz, aki a Nénénének az újságírója és több kötet szerzője. Aztán talán ő ismeri legjobban a Fidesznek a belső kampányvilágát újságíróként. Ugye ő tárta fel annól még a Finkelstein kérdés, van egy könyve ugye a focival kapcsolatban, és a Fidesz-szel kapcsolatban, a Fidesz hatalmi rendszerével kapcsolatban. Ővel fogunk beszélgetni, hogy hogyan néz ki a Fidesz kampánystruktúrája, hogyan működik, kik a fők szereplői, hogyan készülnek fel egy kampányra. Utána a rákérkező héten visszatér hozzánk Tóth Péter, aki az ország egyik legjobb kampányszakértője, és ő elmondja, hogy hogyan kéne, hogyan lehetne kampányolni, mik a zicserek, hogyan lehet még ebből a minimális erőforrásból is fókuszálni arra, hogy minél több ember elmenjen választani.
és lesz még csomó érdekes vendégünk, arra fogunk koncentrálni ebben a következő pár hétben, hogy akkor leírjuk akkor, hogy hogyan néz ki egy kampány, és amikor majd eljutunk valóban a kampányba, bár szerintem most már abban vagyunk, akkor tudjuk elemezni, hogy miért, mi jó, mi nem jó, mi megy félre, mi nem megy félre, és mik a következmény ennek, hogy az ember mondjuk így áll hozzá a világhoz. Ruf Bálint, nagyon örülök, hogy itt vagy a Partizánon, sok sikert a műsorhoz, én is fogom nézni minden héten, és nektek is csak ezt tudom kívánni. Kövessétek a Vétót, mint ahogy követitek remélhetőleg az összes további partizános adást is. Valóban, ugye Bálint mondta, mostantól kampányidőszak van, úgyhogy mi is ilyen szempontból rajta tartjuk majd a kezünket az ellenzék, illetve a kormánypárti politikai ütőereken, és igyekszünk minél több és minél izgalmasabb műsorral is készülni majd a számotokra. Bálint, sok sikert, minden jót neked, hajrá! Köszönöm. Nektek pedig nagyon köszi a figyelmet, ez volt 2024 első Vétója. Ahogy említettem, a Vétóval mostantól minden héten csütörtökönként este 6 órakor találkozhatok itt a YouTube-on. Ha még nem iratkoztál volna fel, mindenképpen tedd meg, ha megteheted, kérlek, hogy szállj be a finanszírozásunkba, az ehhez szükséges linket megtalálod a leírásban. Ha van bármilyen kérdésed vagy észrevételed az elhangzottakkal kapcsolatban, akkor várunk a komment szekcióban. Munkatársaim nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmed, én Gulyás Márton voltam, hamarosan találkozunk, addig is ciao.